Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám, és nekiugrottam egy gyors vacsorának, aztán eszembe jutott, hogy erről videót is hasznos lenne készíteni, hiszen közeledik a karácsony, és a majonézes hals áta kaviáros tojással az akár egy ragyogó karácsonyi előétel is lehet. Nézzük! Eddig a következő előkészületekig jutottam. Megfőztem, ez egy olyan fél kilónyi krumpli, ezt megfőztem héjában enyhén sós vízben, úgy, hogy mellé dobtam néhány tojást is. Én ezt csak akkor szoktam csinálni, hogy együtt főzöm, amikor nagyon sietek és spórolni akarok a mosogatni valóval is. Úgyhogy most ez itt együtt főtt, fél időben kihorgáztam belőle a tojásokat, ezeket lehűtöttem, meghámoztam is, mire ez megvolt, addigra megfőtt a krumpli, és azt is egy picit lehűtöttem, meghámoztam. És menet közben még volt nekem a mélyhűtőben egy olyan 35 dekányi tengeri halam, ez ugye szálka és bőr nélküli, ezt enyhén sós, babérleveles, hagymás, egészborsos, citrommal ízesített vízben egy olyan 8-10 perc alatt megfőztem, és most hagytam kihűlni, és volt még nekem egy doboz olyan tonha a konzervem, ami közel volt a lejárathoz. Nos, ezt is kibontottam, hogy használjam el, de ezt inkább ugye díszítéshez fogom használni. Nézzük tovább. Tálba tettem 8 evőkanál majonézt, most ízesítem körülbelül egy olyan jó kupozott evőkanál porcukorral, kerül hozzá egy jó evőkanálnyi mustár, körülbelül így, teszek hozzá egy vagy két evőkanál, de inkább szerintem két evőkanál citromlevet, azt mondja, hogy egy, így kettő, és ezt most kikeverem. Ha hiány lenne valaminek, akkor természetesen utána ízesítek, ez mindig attól függ, hogy milyen majonézt használok, ha kell, akkor utána sózok, és ennyi. A tejf, a majonéz részben, vagy egészben sűrű tejföllel is helyettesíthető. Megmértem, végül 45 deka lett ez a krumpli így megtisztítva, amivel most nincs más teendő, mint sem, hogy 2 centis kockákra vágom, és mehet is az előkészített ízes majonézbe. 2 közepes almát meghámoztam, most ugye kicsumáztam, és a húsát 2 centis kockákra vágom. Ez az alma egyéb iránt olyan 30 deka így megtisztítva. Ugyancsak belekockázok 15 deka csemege uborkát. Ez az uborka akár egy nagyon picivel kisebb is lehet, mint a krumpli, illetve az alma. Ezt is elkeverem az előzőekkel, és csak ezután adom majd hozzá a főtt tojást, illetve a halat. Azzal már nem akarom olyan sokáig keverni, azért, mert azok könnyebben törnek. Miután a tojást nem lehet olyan szépen kockázni, így most ezek csíkozva kerülnek bele, nevezetesen fogom a tojásszeletelőmet, egyszer így felszeletelem a tojást, 90 fokkal elfordítom, visszateszem a szeletelőbe, így, ráhajtom, és ahogy lehet látni, így lesznek csíkok belőle, amiket hozzáadok a salátához. A már említett halat is 2 centis kockákra vágom. Egyéb iránt, hogyha ez nem tengeri hal, hanem mondjuk heringet teszek bele a salátába, akkor készen van nekem a majonézes hering salátám. Mehet tehát a hal is az előkészített hozzávalókhoz. Így összeforgatom, és tulajdonképpen a halsalátám, a majonézes halsalátám kész. Megtehetem azt is, hogy önállóan tálalom fel a majonézes halsalátát, mondjuk díszítem egy kis fejes salátával, citrommal, olívabogyóval, és akkor ez egy tökéletes előétel.
Készülhet egyéb iránt füstölt hallal is, mondjuk teszek bele füstölt pisztrángot, és akkor nekem megvan a majonézes füstölt pisztrángos hal salátám. Még az lehet, ezt most nem döntöttem el előre, de most, ahogy látom, még keverek bele egy kevés tonhalat, szerintem csak egy keveset hagyok meg díszítésnek. Ez nem kötelező, ez most nekem csak volt, és úgy gondolom, hogy még ezzel egy kicsit turbózom a halas részt tulajdonképpen a salátába, és ennyi. Mehet félre, nézzük a kaviáros tojást. Személyenként egy főtt tojás számítok, amiket ketté vágtam, és most az aljukból levágok egy nagyon vékony kis szeletkét azért, hogy jobban megüljenek majd a tálon. Így. Jó? És így félreteszem mindegyiket. Régen a klasszikus recept szerint az történt, hogy vajat kikevertünk egy kevés sóval, és azzal spicceltük fel a tojásokat, és annak a közepébe, az így képzett, mondjuk úgy, hogy kerítés közepébe került a kaviár. Most annyit teszek, hogy vásároltam egy úgynevezett rákrémet. Ezt én még az életben nem próbáltam ki, de az előbb megkóstoltam. Picit sós. Tehát sózni nem kell a vajat, viszont teszek a vajhoz, mindezt azért, mert úgy gondolom, hogy egy kaviáros tojáshoz ez teljesen jól passzol. Úgyhogy megy bele egy kevés ilyen rákkrém, de készen kapni például lazackrémet. Szerintem az is tökéletes, hogyha az ember tesz hozzá egy-két evőkanálnyit, és ezzel megbolondítja. Tehát ezt így kikeverem, és csillagcsöves habzsákba töltöm. Egyébként mindig, amikor látok valami újat így a piacon, azt megveszem, hazajövök, kipróbálgatom, és hogyha jó, akkor később is használni fogom. És ez a mostani rákkrém is pont egy ilyen dolog. Fontos, hogy a legkisebb csillagcsövet tegyük a habzsákba, hiszen nem akar senki sok vajat enni, még ha az ízesítve van, akkor sem. Ez csak ugye egy pici ízesítésre szolgál, de nem cél az, hogy egy tonna legyen a tojáson, tehát mindenképpen kicsi csővel kell fölnyomni a tojásokra. A tojások közepére, a főtt tojások közepére egy-egy ilyen fél kiskanálnyi kaviárt halmozok, körülbelül így. Az ízesített vajkrémmel körbe nyomom, tényleg nem kell sokat tenni. Díszítésként kerülhet a tojásokra egy picike citromhús, tehát itt úgy értem, hogy mag, héj és belső fehérhártya nélkül. Kerülhet rá egy-egy apró petrezselyem levél, így, és kerülhet rá egy-egy olajbogyó karika is. Ezután beteszem a hűtőszekrénybe egész addig, amíg a salátát kitálalom, hogy egy kicsit itt ez a vajkrém meghúzzon nekem. Következzék tehát a tálalás. Nevezetesen készítek egy talapzatot a tojásnak a halsalátából. Salátalevelekkel megdíszítem. Vékony karikákra vágott hagymát teszek rá, ide, ahol a zöldek vannak. Kerül még rá cikkekre vágott paradicsom, cikkekre vágott citrom, azért cikkekre van vágva a citrom, mert így meg lehet fogni a két oldalát, és rá lehet nyomni a kaviárra. Így. Most már kerülhet rá néhány nagyobb petrezselyemlevél is díszítésképpen. Kerül még rá néhány olajbogyó, így, és már is jöhetnek a kaviáros tojások. Tehát tej. Fekete, ide egy piros, a tára pedig
felváltva. Még ráhalmozok egy kis konzerv tonhalat azokra a helyekre, ahova úgy tudok, ahol még van egy pici helyem, és ennyi. És ami nagyon fontos, egy salátát bárki be tud keverni, egy főtt tojást bárki be tud díszíteni. Következésképp ehhez a recepthez nem kell mesterszakácsnak, de még csak szakácsnak se lenni, hogy elkészítsük. Forró pirítós kíséretében már adhatom is asztalra. Akinek szimpatikus volt a recept, kérem nyomjon rá egy lájkot, aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, mi hamarabb tegye meg, hiszen most már több mint 370 ételvideóból válogathatnak. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, kitűnő egészséget kívánok szíves mindannyiuknak.